Na, baráti, hogy telt a hétvége? Remélem mindenkinek jó, és élvezitek a hétfő reggelt, vagy a délutánt, vagy az estét, hát kinek mi. Na, mivel hideg is van, meg köd is van, azért láttok, meg köd van, meg közvilágítás. Szóval hideg is van, meg köd is van, meg hétfő reggel is van. De ezért most egy ilyen nagyon rövid kis informális videócska következik. Így kézből. Már első kézből, már az én első kezemben fogom a telefont, amivel veszem fel ezt most. Szóval, mivel hál' Istennek, mondjuk így, úgy néz ki, hogy a Brexit elhalasztódik már megint. Mondjuk azt nem tudjuk, hogy meddig, de az 99,99%-ig biztos, hogy október 31-én nem lesz Brexit, hurrá! Úgyhogy akkor ennek örömére ebben a hónapban már nem lesz Brexit vlog sem, meg nagy valószínűséggel semmi más sem. Annál is inkább, mert csütörtökön van 31-e, ugye? És egyrészt tiszteletben akarom tartani a november 1-ét, meg a másodikai halottak napját, tehát a minden szenteket meg a halottak napját, tehát akkor biztos, hogy nem posztolok. Posztol. Nem teszek ki videót. Illetve hát majd meglátjuk, hogy novemberben hogy alakulnak a dolgok. Mert jelenállás szerint nem megyünk sehova, csak tönkre. Mármint nem tönkre a településre, hanem anyagilag megyünk tönkre. Úgyhogy nem lesz utazgatás. Maradunk szépen a seggünkön. Valószínűleg több lesz a retro felvétel, tehát a retro transport, és kevesebb lesz a hagyományos közlekedési videó, ami újdonságot mutatna. Ez van. Ugye szegény ember vízzel főz, még szegényebbnek még már víz sincs. És hát privát dolgok lesznek, tehát bent dolgok talán még lesznek. Illetve ahogy alakul majd a Brexit, annak folyamányaképpen majd lesznek Brexit vlogok, ugye? Mert hát minden héten van valami újdonság érdekesség. Ugye most Johnson bácsi kitalálta, hogy akkor legyenek előrehozott választás. December 12-én. Este normális, hogy karácsony előtt 2 héttel akar előrehozott választást tartani. Na mindegy, úgy lesz abból se semmi. Szóval, Brexit vlog, meg mondom, annak fényében, hogy mi történik éppen, ami aktuális és érdekes lehet. Majd, hát ezt meg a franc úgy előre, ugye. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Na, úgyhogy hát egyelőre ennyi. Úgy biztosnak látszik, aztán majd folyamatában kiderülnek a dolgok. Nem tudom, hogy lesz, mikor lesz időm videókat készíteni, de majd amint lesz, akkor már is meglátjátok. Na, hát akkor további kellemes hetet mindenkinek, majd találkozunk. Bye everybody! Köszönöm a figyelmet, aki akar ott földön, mindegy, fel lehet iratkozni. Na, jó van. Egyébként meg támogatási lehetőségek a leírásban. Na, tényleg, bye! Elég volt ez a 4-es jó pedellem, bőven.